Ványi Ágnes vagyok, az Ágikon Kft-nél dolgozom, és hallásakusztikus. 1955-ben születtem, és Szegeden, és egy gyerekkoromat Szegeden éltem. Ott jártam középiskolába is. Ezt követően Pécsre kerültem, ahol az ifjú éveimet töltöttem, illetve családot is alapítottam. A pályám elején gyermekgondozó nőként kezdtem. Amióta csak emlékszem, mindig gyerekekkel szerettem volna foglalkozni. Azonban 2-3 éves korom körül TBC-s lettem, és több mint 2 évet egy Szeged környéki tüdőszanatóriumban kellett élnem, távol a családtól, ahol a legjobb barátnőm egy 2-3 évvel idősebb kislány, egy Csiket Néma kislány volt, és mi olyan szoros kapcsolatba kerültünk egymással, hogy gyakorlatilag én, mint jeltolmács, őt segítettem át a betegség rejtelmein. Nagyon sokszor volt, hogy engem kértek meg az ápolók, hogy mondjak el neki valamit, mutassak el neki valamit, és a félelmeit rajtam keresztül próbálták oldani. Ez egy nagyon élénk nyomot hagyott bennem. Később ugye ott jelelve kellett kommunikálnunk, később elég nehezen tudtak leszoktatni a családomban arról, hogy ne jelekkel kísérjem a mondandómat. Egy 7 gyerekes család utolsó tagja vagyok, és tulajdonképpen nagyon-nagyon sokféle irányzat, nagyon sokféle befolyás ért fiatal koromban. Jöttek a nagyobb testvéreimnek a gyerekei, őket sokat segítettem rájuk vigyázni, kicsit nevelni is. Ilyen módon valószínű szerettem volna gyerekekkel foglalkozni, ami el is kezdődött, aztán később találkoztam a hallássérültekkel, és úgy éreztem, hogy nem vagyok a helyemen. Egy pályamódosítással 35 éves korom óta hallássérült gyerekekkel foglalkozom. Ez valahogy összehozta a hallássérültséget is, és a gyerekekkel való kapcsolatomat is. Ez nagyon-nagyon jól ment, és imádtam ezt a munkát csinálni. Azonban az egészségügy átszervezésével, a leépítésekkel, a lágyszámcsökkentésekkel valahogy kipasszírozott a magállami egészségügy területéről, és megcsináltam a saját vállalkozásomat, ez egy hallókészülékszalon, hallásrehabilitációval foglalkozunk. Természetesen ehhez rengeteg féle fajta tanfolyamot kellett elvégezni. A legutolsó ez az úgynevezett hallásakusztika, ami Magyarországon csak most indult el. Nagyon-nagyon sok kitekintés kellett hozzá. Többek között kint jártam Németországba, Lübeckbe, az akusztikusok kánoányába, ahol vizsgáznunk kellett, tanfolyamot végigcsinálnunk kellett. Ez nagyon-nagyon sokat adott a szakmámban. Most is nagyon sokat használom a kezeimet, és elég jól jelenek. Hallásakusztikusként megteremtettem egy hallókészülékszalont a Bécsi, illetve Dél-Dunántúli régióban dolgozom. Akkor még egyedülálló módon, hiszen akkor még nem voltak ilyen kicsi szalonok. Ami most az időtávlatában látom, hogy nagyon sikeressé vált. Persze sokat kellett ezért dolgozni, a bürokráciát végigjárni és ezért megküzdeni. Különböző szerződések nem is voltak olyan egyszerűek ezeket megkötni. Gyakorlatilag nullától, mondhatom, a halálig jártak is hozzánk az ügyfeleink. Az mindig egy óriási szakmai kihívás, hogyha egy gyereknek tudok segíteni, és akár hallóvá tudom tenni az eszköz segítségével. Nagyon-nagyon sokat küzdöttünk az integrált oktatásban való részvételért. Ma már ez annyira természetes, hogy egy hallássérült gyerek a hallókészülékével és esetleg egy adóvevőjével ül a normál halló gyerekek között az iskolában. Ez akkor még majdnem elképzelhetetlennek tűnt, amikor elkezdtük. A felnőttek vonatkozásában, hát amikor már az ember meg tud vizsgálni egy gyereket, akkor a felnőttek már lassan így a kis ujjából ki tudja rázni, és át tudja vinni a nehézségeken. Igazából a gyerekaudiológiában nem is annyira gyereket volt nehéz átvinni a nehézségeken, hanem a szülőket.
A felnőttek esetében pedig, akinek az a nagyon fontos, hogy ez kozmetikailag eltüntethető legyen, és mégis jól halljon, ott azt meg tudjuk oldani. Ezek ma már egyáltalán nem feladatuk. A digitális hallókészülékek megjelenésével szoktam mondani, hogy néha már többet tud a fülük, mint a miénk. Ennek van persze hátránya is, mert elég nehéz kiszűrni, hogy egy egyetemi vizsga alkalmával az illető hallókészülékén keresztül kapja az információt valahonnét, vagy valóban az agyából jön a teljesítmény. De hát a technika ezt is hozza magával. Ami még érdekesség, vagy különlegesség, hogy az üzletünkben a teljes fülvédelme szerepel. Tehát van, aki többet hall a kelleténél, például a párja horkol, és ezért be kell dugja a fülét. Ilyennek is foglalkozunk. Foglalkozunk ilyen fülmonitorokkal, hogy a zenész az ne legyen ideje korán hallássérült. Foglalkozunk ilyen különböző hallásszűrésekkel, hogy ki tudjuk emelni azokat a személyeket, ahol már kezdődik a baj, de még nincs nagy baj, és tudunk életmódtanácsokkal is szolgálni. Például a fülvédelméhez az is hozzátartozik, hogyha valaki huszadába jár, és a hallójárat ettől begyullad, mert anatómiailag esetleg nem olyan a fül belső része, mint a nagy átlagé, akkor ehhez csináltatunk ilyen anatómiai úszódugót, és már is megoldjuk a probléma zömét. Ezt mi hirdetjük, és nagyon sok helyre járok előadásokat tartani. Például csak arról, hogy milyen a fül higiéniája, és hogy az nem egészséges, hogy a pálcikákkal turkáljuk a fülünket. Szoktam mondani, hogy a hajléktalan embereknek soha nincsen fülzsírdugójuk, de az öltönyös és a kosztümös embereknek ez igazán gyakori, mert a magyar mentalitás azt kívánja, hogy a pálcikákkal turkálja a fülét az illető. Mi abszolút arra törekszünk, hogy mindenkinek a lehető legjobb hallást tudjuk biztosítani. Hogyha a sikerekről kell beszélnem, akkor az elsődleges siker, hogy ma már igazából a régióban nevünk van. Néha csak bemegyek egy áruházba és kérek egy számlát, és amikor diktálom a nevünket, akkor önök azok, akik a füllel foglalkoznak, és ennek különböző szegmensét említik az emberek. Úgy gondolom, hogy ezek olyan dolgok, amik úgy egy kicsit simogatják az ember lelkét. Karitatív módon dolgoztam a hallássérültek Baranya megyei szövetségében egy cirka 8 évet. Ott érintett meg először az, hogy a hallássérült embernek akár hallókészülékes, akár siket már a személy, hogy nem képes hallókészüléket viselni. Milyen rengeteg sok problémája van, amit mi hallók át se gondolunk és föl se fogjuk. Ott komolyan meg tudtam tapasztalni, hogy maga a hallássérülés az esetek zömében nem fáj, de az emberektől abszolút módon eltávolít. Az interpersonális kapcsolatok teljesen tönkre mennek. Emlékszünk a Kismanyi főszereplésével játszott filmre, hogy mama hosszú, és rövidülnek folyamatosan a mondatok. Ezt a hallássérültek szövetsége úgy köszönte meg, hogy 2007-ben megkaptam a Császár András díjat, amit nagyon-nagyon kevés halló ember kap meg. De például egy számomra óriási szakmai siker, amikor valakit ellátok készülékkel, és elsírja magát, hogy jé, hát most végre hal. Ráadásul még irányt is hal. Ezek nagyon-nagyon nagy dolgok. Javul a beszéd, és nagyon-nagyon sokan jönnek be úgy hozzánk az üzletben, mintha az én nagymamám, hugom, bátyám, nagypapánk lenne. Én csak erre jártam, benéztem, hogy vannak, és mi újság van. Nagyon érdekli az embereket a technika, ha már belekóstoltak egy kicsit abban, hogy az életminőségük mennyit javulhat, akkor folyamatosan érdeklődőkké válnak. Szereztem egyfajta hírnevet az országban, a kollégáim mindenhol ismernek, ami azért nagyon-nagyon jó, mert ha oda jön hozzám valaki, és ő költözik az ország bármelyik területére, rögtön tudom mondani, hogy kit keressen és hova menjen, és ilyen esetekben mindig hivatalosan át is adom őt.
mindig értesítem a kollégámat, hogy hogyan álljon ahhoz a személyhez, hogyan fogja tudni a bizalmát elnyerni. A legnagyobb siker a bizalom. Mi minden alkalommal úgy beszélünk a hallássérült emberrel, soha nem a feje fölött a rokonnal, tárgyaljuk meg, hogy mi legyen a hallássérült ember sorsa, hanem mindig egy partneri viszony van közöttünk, és mindig vele beszéljük meg, és mindenkivel szót tudok érteni. Ha kell, akkor egy kicsit jelenleg, ha kell, akkor a számról tudja leolvasni, ha kell, akkor egy picit hangosabban beszélek hozzá. Nagyon sokszor mondják, hogy nem értem a televíziót, meg különböző területeken problémát jelent a hallássérülés, de én magát, Ágnes, milyen jól megértem. Akkor szoktam viccesen mondani, hogy én jövök társalkodó nőnek, ha már kiöregettem a szakmából. Nekem két gyerekem van. Van egy lányom, és egy két évvel fiatalabb fiam, ők már mind a ketten felnőttek. Én a szüleimtől egy óriási kreativitást örököltem, és a többi testvéreimnél is ez látható. Hála Isten, a lányom is örökölte. Ő vörös területen dolgozik, Pécsi révén a kesztyű a fő irányvonal. A fiam viszont bejött ebbe a vállalkozásba, és ma már diploma ellenére is mindenféle iskolát elvégzett, és viszi tovább majd a vállalkozást. Ez számomra azért nagyon fontos, mert lassan kiüregszem, és van kinek átadnom, van ki dédelgethesse tovább a vállalkozást, az én általam létrehozott gyermeket, és bízom benne, hogy ő még talán jobban fogja ezt csinálni, mint ahogy én, nekem lehetőségem volt ezt tenni. Viszonylag kevés szabadidőm van, hiszen ezt minden vállalkozó tudja, hogy nincs munkaidő, illetve a munkaidő azt jelenti, hogy egy 24 órát kell törni a fejünket különböző megoldásokon és lehetőségeken. Amikor mégis tudok szakítani magamnak egy pici időt, akkor nagyon szívesen kötök, horgolok. Ezek mindig általam tervezett darabok. Soha-soha nem nézek ki egy valami alkotást egy labból, egy kézimunkalabból, és ugyanazt csinálom meg, hogy a 32. sornál fogy az három szemet. Ezt én mindig magam tervezem, ilyen módon sokan meg is csodálják, hogyha egyszer-egyszer sikerül magamra valamit megcsinálnom, hogy jaj, milyen szép, és hogy ő is ilyet szeretne. Ma már csak rövid lélegzetű dolgokat csinálok, mint egy kesztyű, egy lábszárvédő, vagy hasonló dolog. Nagyobb munkát igénylő ilyen kreatív eseményhez már nem állok neki, mert hát akkor valószínűleg 6 év kellene, mire be tudnám fejezni.